Si prijamo v zapel. Čovjek je bio ratni dopisnik za vrijeme bombardovanja. Prvi problem je kao nečin koji nisam bezespoj. Oh, yeah.
Sebastian hozta önöket a Közép-Európai Emberjogi Bizottság első polgári európai fórumára. Bienvenue au premier forum européen civil du Comité pour les droits de l'homme. Permettez-moi de présenter d'abord les intervenants et saluer également des personnalités parmi vous. Le titre de cet entretien sera la position, donc la situation de la communauté hongroise un an après l'adhésion à l'Union européenne. A szlovákiai magyarság helyzete az EU-tagság első éve után helyzetfelmérés. Je voudrais saluer tout d'abord Monsieur Bernard Juan Imari du Parlement européen, membre du Parlement européen. Il fait partie du groupe des Verts, de l'Alliance libre européenne, et membre également de Esquerra Republicana de Catalunya. Nous savons que les Catalans nous aident énormément déjà depuis des années au Parlement européen et pas mal de voyages ont été faits par votre prédécesseur ici en Slovaquie même pour le combat des droits de l'homme et en particulier pour les droits de la communauté hongroise ici en Slovaquie. Il va nous parler de l'autonomie, de l'autodétermination et de l'état de droit. Permettez-moi également de présenter M. Attila Körömi, most pedig ő független Magyarország gyűlési képviselő Budapestről. Ő vele is együttműködik a mi emberjogi bizottságunk már elég régóta. Ő pedig a magyar kormányok felelősségéről fog szólni a szlovákiai magyar nemzeti közösséget ért jogsértésekben. A harmadik személy Molnár Sándor. Ő. Ja, na, bocsánat, akkor. Erdély Géza püspök úr, református egyház püspöke, akivel szintén együttműködünk már jó pár év óta. Ő pedig a református egyházi kérdés egyházi iskolától fog beszélni. Akkor folytatom a listát. A következő Szűcs Alíz úrhölgy, doktor, akivel szintén együttműködünk, tehát tetszenek látni, hogy már évek óta megy ez a nagyon eredményes együttműködés. Ő pedig az elnöki dekrétumok a mai szlovák jogrendben és a joggyakorlatban. Et finalement, je voudrais saluer notre président de notre comité pour les droits de l'homme, l'abbé Pierre Gillet, grâce à qui nous avons réussi à pénétrer dans le Parlement européen, c'est lui qui a ouvert les portes, et non seulement cela, malgré le fait qu'on lui a volé trois voitures déjà ici en Slovaquie, lors des différents voyages, il n'a jamais refusé d'accompagner des parlementaires européens pour souligner la situation intenable de la communauté hongroise ici en Slovaquie. És végül szeretnék pár személyiséget üdvözölni, a hallgatóság közül Mihajlovics Józsefet, a Magyar Föderalista Párt elnökét, Kassa József urat Délvidékről, aki a Vajdasági Magyarok Szövetsége elnöke, Cingelova Szuzannát, az Emberjogi Bizottság alapító tagját, az itteni szlovákiai Emberjogi Bizottság tagját, és végül Radványi Violát, aki szintén kiveszi a részét
az emberjogi harcokban. Je voudrais directement donner alors la parole à Monsieur Bernard Juan y Marie. Et travailler ensemble avec les représentations de la minorité hongroise en Slovaquie. Nous travaillons pour les mêmes objectifs et pour la même sorte d'Europe. Először is köszönöm és megtiszteltetésnek veszem, hogy meghívtak erre a találkozóra és fórumra, mert tulajdonképpen mindnyájan közös ügyért dolgozunk az emberi jogokért és a nemzeti Nous travaillons au Parlement européen pour faire une Europe respectueuse avec tous les peuples, avec toutes les minorités. Az Európai Parlamentben azért dolgozunk, hogy minden nép és minden nemzeti közösség megkapja neki kiálló megfelelő elismerést és tiszteletet. Parce que la richesse de l'identité européenne, c'est vraiment sa diversité. Une Europe sans sa diversité, ce n'est pas une Europe complète, c'est une Europe manquée, une Europe qui ne représente tous ses citoyens. Mivel Európának az a legnagyobb gazdagsága és legnagyobb kincse, hogy sokoldalú, sokrétű és színes, és egy színtelen, nem sok nemzetből álló Európa, Il y a diverses manières, diverses formes de construire un État et dans l'Union européenne, il y a des États qui se sont très différents les uns des autres selon sa histoire et selon comment a été bâti. Minden államot külön sokféleképpen, minden egyes államot sokféleképpen lehet felépíteni, vezetni, és az európai közösségben az államok egymástól nagyon különbözőek. Nous avons des états unitaires qui ne répètent pas la différence, qui ne répètent pas la minorité, et alors nous avons aussi des états qui sont respectueux avec sa diversité. Vannak olyan összpontosító államok, amelyek nem veszik figyelembe és nem kívánják figyelembe venni a sokszínűséget, viszont vannak olyan államok is, amelyek éppen erre nagyon nagy hangsúlyt fejeznek. Nous avons le modèle de ce que point que un état de implier une culture, une langue, un drapeau et nous avons des états qui croient que la richesse de son être c'est le repère la diversité réelle qu'il existe dans l'état. Vannak olyan államok, amelynek egy nyelve, egy zászlója, egy nemzet azonossága van. Viszont vannak olyan államok is, amelynek éppen azt képezi a gazdagságát, hogy több nyelvű és több létű, és ebből meríti a gazdagságát. Amely például Frankovának idején is volt, és amely már a 18.-19. században elkezdődött. Au commencement du 18e siècle, nous avons perdu notre institution de autogouvern. Mais nous n'avons pas l'officialité du catalan à l'Union européenne parce que l'État espagnol se... C'est pour ça que nous voulons changer quelque chose du projet de constitution européenne, par exemple, en la direction d'avoir une reconnaissance, pas seulement pour nous, mais pour tous ces... Quelqu'un nous a dit que peut être très difficile d'articuler, de faire un débat. Mais nous croyons que ce qui est dominé de langue, c'est la réalité. S'il y a diversité de cultures, c'est la réalité. Et quelqu'un gouverne n'a pas de droit de changer ce que l'histoire, la culture et la... Európai Szövetség nevű pártot.
Pour nous, la situation de les Basques, de l'Escossais, de les Flamandes, de les Sardes, de les Corses, de la minorité hongroise, de Slovaquie, ou de... Et nous que nous sommes en solidaire avec des autres parce que nous ne voulons pas actuer juste comme Slovaque ou comme Espagnol, mais nous voulons maintenir notre identité. Oui. Ce n'est pas une solidarité, c'est seulement la justice. Oui, hogy nem akarunk, hogy többen őket megvádolták abban, hogy inszolidárisak, vagy nem szolidárisak, mert például a szlovákiai magyarokkal, vagy más kisebb, bármilyen országban élő kisebbségeknek az érdekeit védték, de ez nem a szolidaritás hiánya, hanem éppen ennek az európai sokszínűségnek a védelme. Nous croyons que les, croyons aussi que tous les peuples qui veulent ça ont droit à leur autonomie. Ezért úgy látjuk és úgy meggyőződésünk, hogy minden népnek joga van az autonomiára. Indépendamment de si sont plusieurs ou s'il n'y a pas beaucoup de gens, de si en une culture très importante ou ils ne l'ont pas, de si en une tradition s'aperçoit qu'un citoyen n'est pas traité également que les citoyens qui font que ce sont de majorité. On ne veut pas, selon mon point de vue, faire différence entre des citoyens, par exemple, que ce sont... Nem lehet semmiféle különbséget tenni egy Magyarországon élő magyar állampolgár, illetve itt Szlovákiában élő magyar személy között. A démocratie, pour nous, n'est pas le contrôle de la minorité pour la majorité, ni la décision de la majorité sur la minorité, mais le respect des droits de toutes les personnes indépendamment de sa condition de minorité ou majorité. Számunkra a demokrácia nem azt jelenti, olyan tagjaik, akiknek nincs saját állama, és a nemzeti függetlenségüket harcolnak éppen. Quelqu'un, ce sont des régions qui ont une caractéristique. És a mi európai szabad szélvegységünkben az a cél, hogy az európai építés során mindenkinek, minden nemzetnek vagy nemzetésznek et avec votre représentation, j'ai pris immédiatement votre désir, votre projet et votre disposition comme la mienne. C'est ça que je vais défendre au Parlement européen. És azt mondtam, hogy igen, ezekért a célokért szeretnék én, és önökkel együtt harcolni és tovább lépni. Azok az értékek, amelyek nekünk, tehát a mi csoportjainknak megfelelők is jó. Je crois que ce doit être notre contribution à la construction européenne et aussi à la construction de notre civilisation. Et je vais donner la parole maintenant, átadom a szót Körömi Attilának, a független Magyarország gyűlési képviselőnek. Néhány rövid gondolattal készültem a mai találkozóra. Engedjék meg, hogy ezeket megosztam önökkel, és előre szeretném biztosítani mindannyiukat. Semmilyen örömöt nem jelent, nem okoz számomra, hogy a következőkről kell önöknek beszámolja, de azt gondolom, hogy az égvilágon semmi értelme nincs a mellébeszélésre, a dolgokat belőkön kell nevezni. Már csak azért is, mert ha mindezeket elmondjuk, minél több helyen, minél többször, akkor Magyarországon ezeknek a gondolatoknak is talán egyre több követője lesz. Ezek nem az én gondolataim. Az a képviselő, aki járja az országot, ezekkel nap mint nap találkozik, és legalább a hivatalos magyar politikai osztályt arra lehet serkenteni és buzdítani, hogy végre
egészségügyi helyzetéről és annak rendkívül súlyos következményeiről. Pedig a magyarság nemzetnek tartó ereje a mai Magyarország határain kívül él, és vívja a hétköznapi harcait identitása, kultúrája megőrzése érdekében, percenként szembe találkozva a saját állam a többségi nemzet részének asszimilációs törekvéseivel, az asszimiláció kísértéseivel. Az anyaországnak, a mai Magyarország lakóinak világnézeti és politikai hovatartozásuktól függetlenül nincsenek pontos és részletes ismeretei, de még csak átfogó képe sincs arról, hogy a több mint 1000 éven át példással működő szervezettsége és eleje által minden bajt legyűrő és újraépülő magyar állam mekkora ütést kapott Trianonban. A magyar társadalom nem rendelkezik átfogó képpel arról, hogy az ország bűnben fogant trianoni szétdúlásának következtében előállott és egyre szaporodó társadalmi, azaz kulturális, szociális, oktatási, népegészségügyi, környezeti veszélyek és mindezek következtében jelentkező súlyos gazdasági károk és a folyamatos ellentetlenülés hogyan hatnak a mai napokon is életünkre a határ mindkét oldalán. Nincsenek ismeretek a trianoni jogokon gyökeret verő, majd elburjánzó igazságtalanságokról, a magyar nemzet titokban tartott veszélyeztetettségéről, hiteles múltunkról, trianon okairól, tényeiről, következményeiről. Nincsenek ismeretek például a Szlovákiában már is élőjogként alkalmazott Benes dekrétumok magyar ellenes, végzetes hatásairól, a délvidéki magyarok ma is élő magyar állampolgárságáról, vagy a hatékony ősi székely közigazgatás életképességéről. Magyarország 1944. márciusában bekövetkezett önrendelkezésének megfosztása óta az úgynevezett rendszerváltoztatás által egy pillanatra sem megszakítva korábbi történelmében felelhetetlen mértékű teljes morális erkölcsi válságát ért. Ahol pedig nem érvényesül az erkölcs, ott nincs rend. Sem a társadalom, sem közösségei, sem az egyén szintje. Ahol nincs erkölcs, ott nincs szolidaritás. Ott nincs valóságos kiállás a Kárpát-medencei magyar nemzet megtartása érdekében. Mindeközben az anyaország lakói föltartózhatatlannak látszó módon asszimilátjaivá válnak a globalizációnak, a globalizáció egyik hajtótengelyét jelentő mai napi Európai Unió eszméletlenségének. A honi asszimilációs folyamat fő generálója az 1982 és 1990 között lezajlott 8 éves rendszerváltoztatás pártállami és polgári politikai, valamint értelmiségi elitje. A rendszerváltoztató politikai osztály és Magyarország első alkotmánybírósága kard-kardba ötve az 1949-es sztálinista alkotmány foltozgatásával, folyamatos sátételével, az ahhoz való görcsös ragaszkodással, valamint konkrét döntéseinek sorozatával minden utat lezárt a magyar szakarítás újjáélesztése előtt, ezzel szemben minden ajtót és kiskaput szélesre tárt és kinyitott a globalizáció előny számára. Miközben Európa népei, kormányai, a különböző országok különböző pártjai, nemzeti népeik országai igazságát keresték, magyarországi pártállami és polgári politikai, valamint értelmiségi elit a revízió gondolatát félretéve sem vetette föl soha. Trianon következményeinek átfogó rendezését a külhoni 5 milliós magyarság asszimilációjának megállítása érdekében. Politikára való 15 éves várakozás után az önrendelkezésnek megvonását követő legerőteljesebb lépésként erre a rendezésre törekedett a revízió gondolatát félretéve az a népszavazás, amelyet a Magyarok Világszövetségének kezdeményezése nyomán 2005. december 5-én tartottak Magyarországon, hiszen éppen a felvidéki helyzet mutat rá arra, hogy az uniós csatlakozás sem oldja meg önmagában az
igazságtalanságokat, és mindannyian tudjuk, hogy Erdélyben sem fog rendeződni a helyzet Románia esetleges csatlakozásával. És én most Szerbiáról nem is beszélek. Sajnos a hazai közállapotaink azt mutatják, hogy a múlt év december 5-én megtartott, a végeredményét tekintve sikertelen, ám mégis új mérföldkövet jelentő népszabadásnak köszönhetően az anyaországon belül megindult egy társadalmi rászmérés a határon túli magyarok helyzetére, ám több mint félő, hogy a politika nem lesz kellően hatékony a kérdés megoldásában. Ugyanis intőjel, hogy az Európai Unióhoz csatlakozás népszavazási kampányában a magyarországi uralkodó politikai osztály nem biztosította, hogy a csatlakozással felkészített társadalom legalább a legjelentősebb információkhoz hozzájusson. Még csírájában sem kaptak teret a nem, illetve az így nem csatlakozók mellett érvelők a nyilvánosságban. A magyarországi értelmiség pedig akadémiástól, jogásztársadalmastól, mindenestől mélyen hallgat. Föl sem merült, hogy a határokon túl élő magyarok helyzetének megoldatlansága következtében a csatlakozással a kárpátaljai, az erdélyi, a délvidéki és a horvátországi magyarok lelkileg és anyagilag is még távolabb kerülnek a határ innenső felén élőkkel. Márpedig ragaszkodunk ahhoz, hogy a felvidéki és a felvidékről fehérben élve áttelepített magyarok is kapják vissza jogtalanul elvett földjeiket, vagyontárgyaikat. Elvárjuk és ragaszkodunk ahhoz, hogy a Kárpát-medencei magyarság helyzete az igazságnak megfelelően egységesen kerüljön a rendezésre. Rácz Sándornak, az 56-os Nagy-Budapesti Munkástanács gondolataival és szavaival élve, ő volt a munkástanács elnöke, az ő gondolataival és szavaival élve, ragaszkodunk ahhoz, hogy a Kárpát-medence egységes magyar ügye az Európai Unió és az ENSZ fórumai elé kerüljön és orvoslást nyerjen. Megvan rá a mód. A folyamatos hallgatás a gondok és a külhoni magyarokat ért tragédiák valódi okainak, gyökerének kerülgetése és a társadalom tudatlanságban tartása a magyar kormányok és a honi értelmiség felelőssége. Mind ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Benes dekrétumok még mindig élhetnek, hiszen Szlovákia uniós csatlakozását nem lett volna szabad megengedni mindaddig, míg a dekrétumok ki nem törölhetnek a jogból, míg a következményeiket teljes mértékben körben számolják. A Kárpát-medencei magyarság rendezetlen kérdései alapvetően emberiességi kérdések. És ha nem nyernek megoldás, úgy az Európai Uniónak nem lehet nyugodt a lelkiismerete, és az álma sem, hiszen egy magyar szólás szerint növeli, míg elködi a baj. Azzal szeretném befejezni gondolataimat, amivel kezdtem. Biztosíthatom önöket, semmilyen örömet nem okozott ezen mondatok elmondása, de bízom benne, hogy minden nyilvánosság ahhoz nyújt segítséget, hogy saját politikusainkat és európai politikusokat arra ösztökéljük, hogy a magyar ügyet rendezzék. Ezért számomra különösen öröm, hogy egy magyarral lelkileg bizonyára biztosan rokon katalán név egyik képviselője, Johan Imari képviselő úr, Bernát Johan Imari képviselő úr itt van közöttünk, és én már több egyszer látogat el, illetve most, hogy ellátogatott hozzánk, én már több egyszer veti fel azokat a problémákat, amelyeket ki az Európai Unióban képvisel. Köszönöm szépen! Tisztelt és nagyra becsült képviselő úr, képviselő urak, hölgyeim és uraim, hogy szabad legyen röviden ismertetnem a szlovákiai református egyház életét, problémáit és terveit. Valószínű, hogy nem mindenki tudja, a szlovákiai magyar közösség a legutolsó népszámlálás szerint, tehát hivatalos adatot közlő, 540 ezer lelket számlál.
Ebből 110 ezeren, 263 helyen 110 ezeren vallották magukat reformátusoknak. Ebből mintegy 90% a magyar nemzetiségű, és a maradék 10% pedig a korábbi szlovák, illetve az elmúlt évtizedekben szlovákosodott magyar reformátusság teszi ki. Érdekes a helyzet, mert a kisebbségi magyar reformátusok, mert mi magyarok kisebbségben vagyunk, az egyházunk keretei között élő kisebbséget képező szlovák atyafiakat felkarolta, tehát az ügyüket. Ők ugyan nemzetiségileg a többséghez tartoznak, vallásilag kisebbséget képeznek, de mi, mint többségi magyar reformátusok, minden jogot megadtunk nekik a zsinati törvényhozás által, mert a 10%-nyi szlovák református a hattagú zsinati elnökségben 33%-ban van jelen. A másik fontos testületben, a zsinati tanácsban pedig 16,6%-ban. Ezt nevezik világi nyelven és a közéletben, a politikában pozitív diszkriminációnak, és én nyugodtan mondhatom, hogy ezáltal például az elnökségben háromszorosa a létszámuk. Nem dőlt össze a szlovákiai református egyházunk, éli a maga életét és harcolja a maga küzdelmeit. Általában jogos kérdésekben, az igazság dolgában mi csak nem is egymás ellen szavazunk, hanem együtt szavazunk. Egyházunk kevelében a diaszpora kis közösségen kívül 9 egyházmegyében folyik az élet, mintegy 313 egyházközségben, aztán több mint 80 leány egyházközségben és nagyon sok diaszpora közösségben. Én úgy gondolom, hogy az egyházunkban ez a megoldás jó például szolgálhatna a közélet számára és az állam felé is. Nem volna szabad félniük, bátran kell vállalni a kisebbséget, ezáltal az állam is erősödne. Az Európai Unió történő belépést követően egy pozitív változásról beszámolhatok, és pedig az, hogy javult a közhangulat. Egyre kevesebb az úgynevezett tabu téma, amiről korábban nem is volt szabad beszélni, vagy nem volt ildomos, vagy még nagyon rossz néven vették, hogyha kritikus hangot ütöttünk meg. Most beszélünk ilyen témákról is, ez azonban még nem jelent megoldást. A múltból öröklött és sokszor mesterségesen fenntartott problémák dolgában nyugodtabban lehet kommunikálni, mi pedig ígértük és gyakoroljuk is, hogy a problémák megoldásában az állami hatóságokat is támogatjuk az igazságos megoldásban természetesen. Restitúció az első problémakör. Nem mondom részletesen, de 1993-tól az első restitúciós törvény megalkotásától, majd 94-től, amikor érvényre is lépett, a mi egyházunk is körülbelül a 85-86%-át a szántóföldeknek, a legelőbbnek, tehát a mezőgazdasági területnek ennyi százalékát visszakapta, a maradékot viszont nem. Ugyanakkor az épületeire, a konfiskált vagy pedig államosított épületeknek a parókiákat kivéve nagy részét máig nem kapta vissza. Ez egy ilyen nem túl nagy létszámú egyházban, ez azért igen jelentősnek bizonyul. A benesi dekrétumok által elvett, ez érdekes, mert valószínű, hogy ilyen nem igen fordult elő az európai országok történetében, hogy elnöki dekrétumok által elvett templomokat. Azokat esztendő folyamán nem visszakaptuk, hanem átadtuk.
egyháznak azzal az indoklással, hogy az úgynevezett háborús bűnösök már meghaltak, nem tudjuk kik voltak ezek, tehát most már visszaadható. Ezt most ugye nem lehet firtatni vagy részletekben tárgyalni. A fogalmazás érdekes volt, fölöttébb érdekes. A lényeg azonban az, hogy ezeket a templomokat visszakapták a gyülekezetek, azonban a iskola épületeket, a tanító lakásokat nem. És a legújabb törvény, ami az éven lépett hatályban, ezeket nem orvosolja, tehát kb. 76-77 épületről van szó, még mindig. Ezeket vagy soha nem kapjuk vissza a jelenlegi törvény mentén haladva, vagy pedig bírósági úton kellene megkísérelni, erre azonban a megtört, létszámában megcsappant, kitelepített, deportált, egykézű gyülekezeteknek anyagi ereje nincs. Kárpótlást sem kaptak a gyülekezeteik az elveszített vagyonrészekért. Nagyon furcsa dolog, de ki kell mondani, mert tény. Tehát hangsúlyozni szeretem, és újra hangsúlyozni fogom, hogy nem bántaskodásról van szó. Lehetne, de mi nem bántaskodunk. Hanem egyszerűen ki kell mondani a tényt, érvényben vannak a menesítettek. És az egyházunkra ezeknek bizony máig és hatása van, lecsapódik a hatása, mert a visszanemadott szántó földeknek, mezőgazdasági területeknek 1224 hektárról van még szó, nagy része konfiskált. És közben valamennyien tudjuk, hogy az állam kiosztotta, elajándékozta, visszamenőleges hatállyal az éven nevesítették, mi pedig azt kérjük, hogy ha azok vissza nem adhatók, akkor természetesen azonos értékű földterületeket kárpótolják a gyülekezeteket. Ugyanis szeretném felhívni a figyelmet, a református egyházban nincs ilyen, hogy egyházi vagyon, egészen más a helyzet, a konkrét helyzet, mint a katolikus egyházakban. Az egyház, mint olyan, nem rendelkezik. Furcsa, de a szlovákiai református egyház, a 110-es közösségnek egyetlen vagyon tárgya van a zsinati székház, a Rimaszombat főterén. Nincs több. A többi az mind konkrét gyülekezeti tulajdon. Tehát ha valaki attól tart, hogy az egyház majd a vagyonával manipulál és befolyásol, akkor ez egy teljesen gyermetek elképzelés. A második fájó pont az iskolaügy és intézményeink fenntartása. Itt bizony diszkriminatív jellegű intézkedésekről és törvényekről kell szólni. Nagyon sajnálom, de megint csak az igazság ezt megköveteli. Egyházi alapítású iskolák már 2004 előtt diák létszám, úgynevezett fejkvóta alapján kapták az állami hozzájárulást, míg az állami alapítású iskolák a felterjesztett költségvetés szerint részesültek állami támogatásban 2004. január 1-től, ez állami vonalon megszűnt azonban. Tudni kell, hogy az egyházi alapítású iskolák továbbra sem részesülhetnek beruházási jellegű támogatásokban. Az önkormányzati alapítású iskolák alapítóinak az iskola működésének biztosítására az állami hozzájáruláson kívül az állam további forrásokat biztosít, például adó és helyi járulékok. Míg az egyház, mint iskola alapító számára ezek a különböző források nem állnak rendelkezésre. Štovani vijećnici, štovani gosti, na temelju članka 33 statuta općine Subotica i članka 7 odlike o ustanovljenju zvanja po... ...o njujtot solgaltotaš alapjan tamovetak od intežmenjaket, ju lehet ezek a solgaltotašok mindkét esetben azonosok, tehát állami vagy egyházi,
hanem a mindenkori alapító személyének függvényében. Továbbá érthetetlenek és elfogadhatatlanak tűnik előttünk az a tény is, és ezt az Európai Parlament képviselőjének Ivari úrnak a figyelmébe is ajánlom különösen, hogy az egyházaknak az iskolák kivételével mindmáig nincs lehetőségük merítene az Európai Unió strukturális alapjaiból, Szlovákiában nincs, más lett tudomásom szerint igen, nálunk nincs. Harmadik dolog, nyelvhasználat. Vannak törvényeink, ezek között vannak jó törvények, az objektivitás megkívánja ezt kimondani, azonban végrehajtási, felügyeleti törvények, szabályozások nincsenek, vagy ha vannak, akkor senki nem tartja be. Én egy Rimoszomban, ahol 1960-ban katonai szolgálatomat letöltve kezdtem nyelvészi pályafutásomat, még több hivatalban használhattam a saját anyanyelvemet, mint például ma. Nem azért, mert valaki is, bár ilyen ritván, ez is előfordul, hogy rászól az emberre, hogy ne beszéljen magyarul, ez nagyon ritka eset, de megvan. Legalábbis velem szemben, ritka. Hanem azért, mert egyszerűen nem is gondoskodnak róla, hogy olyan közhivatalokban, ahol napi ügyeket kell intézni, két nyelvű hivatalnokok lássák el a feladatot. A bíróságnál ugyanez a helyzet, csak meghallgatás folyhat tolmáccsal, de a peres, alperes helyzete változatlan. Tehát egy nyelven szlovákul folyik. Sokszor felvetődik a végezetül, mondanám, felvetődik az önigazgatás kérdése, ami teljességgel megoldatlan ebben a térségben. Mi nagy elismeréssel és némi jó indulatú irigységgel tekintünk a tiroli, a katalán, a finn, a svéd megoldásra. Azt óhajtanánk, hogy nálunk is ilyen legyen. Az a vád, hogy Európa szintén meghaladó követeléseik vannak, természetesen igazságtalan és hamis. Nem kívánunk semmilyen különleges megoldást, egyszerűen igazságos megoldást kívánunk, amihez jogunk van. És már nem volna szabad tovább idegenkedni ettől, ugyanis önrendelkezés nélkül minden kisebbség sorvadásra és halálra van ítélve. A sokszínű Európában civilizáció, kultúra talaján, Európában ilyennek a 21. században nem volna szabad megtörténni. Tisztelettel kérem Önöket, szavaimat senki ne minősítse panasznak, ezt ismételten kérem, még kevésbé vádaskodásnak, egyszerűen javító szándékkal konstatáltam a tényeket. Azt szeretnénk, hogy a demokratikus elvek a társadalmi igazságosság teljes mértékben érvényesüljenek, és ezáltal javuljon a többségi nemzetnek a közérzete, és természetesen a kisebbség közérzete is, az egész társadalom és az egyházi környezet közérzete. Az elért eredményeket megbecsüljük, az elodázott problémákat pedig megoldani óhajtjuk, és mint egyház, ami direktben, pártvonalon különösen világi jellegét hangsúlyozó kifejezésnek, nem politizál, azonban szeretném hozzátenni, hogy aki az igazságért egy szót kimond, vagy felemeli a kezét, az a klasszikus értelemben a legszigorúbban politizál. Ez alól senki sem lehet mentes. Politizál Tompa Mihály, amikor megírta a verseit, politizáltak a maiak is, amikor a Némoság falát Temesvárban ledöntötték, méghozzá a szó, az íge erejével. Nos, végül elmondom, hogy nekem személy szerint mindaddig nem jó és nem lesz jó a közérzetem, amíg én a törvény előtt
háborús bőrös vagyok. A dekrétumok értelmében az vagyok, én viszont szigorúan tiltakozom ellene, és velem együtt még legalább 540 ezer, ha nem több magyar. Köszönöm a figyelmet. És beszéljen a délvidéki magyaros országra. Nehéz helyzetben vagyok. Eddig is a püspök új szavai után még beszélni és némi információt, illetve tájékoztatást adni a felnőtti dekrétum mai napig tartó hatásáról. Előttén, ami a benes dekrétumok gyakorlati végrehajtását illeti és érinti a magyar kisebbség életében. Mivel több személy van itt jelen, akiknek talán új a téma, egy pár szóval engedjék meg, hogy fölvázoljam, hogy mit is értünk és mi is volt a benes dekrétumok, amelyek 1945. márciusától folyamatosan adott ki Edvard Benes, akkori köztársasági elnök, annélkül, hogy a nemzetgyűléssel, mint törvénynek egy időben törvényének kellett volna elfogadva. Ezek a dekrétumok retroaktív hatással voltak kiadva 1945. március 1-jéhez, úgy, hogy az ideiglenes nemzetgyűlés ezeket a dekrétumokat, mint törvényeket csak 1946. március 24-én hagyta jóvá, mint törvény. Ez a jogi állapot idézőjelben a mai napig így tart, és ezeknek a dekrétumoknak az alapján mai napig is a szlovák, a német kisebbség, illetve árulóknak és a cseh és a szlovák nemzet ellenségén kiáltott személyek, mint kollektív bűnösök intézik, vagy nem tudják intézni az elfogzással elvett vagyonukat. Ezt azért szeretném aláhúzni, mivel 1945 augusztusában konkrétan a 33-as dekrétummal a magyarság is törvényen a kívül lett helyezve, mivel meg lett volna a csehszlovák állampolgársága. 48-ban lett visszaadva a csehszlovák állampolgárság, természetesen föltételek között volt szabva. És ez alatt a három év alatt, 45 és 48 között történtek az alkozások, a kitelepítések és a deportációk. Engedjenek meg arra, ennyit a dekrétumokról beszélni, hogy azt mondtam, nem történt minőségbeli változás az jó gyakorlatban az elmúlt három év alatt, ezt a következőket szeretném bizonyítani. Az a hivatalos nézet, és azt deklarálják az állam részéről, hogy a benes dekrétumok ma történelmi kategóriát képeznek, tehát nem kell velük foglalkozni, és főleg európai közösség szintjén nem kell velük foglalkozni. Ugyanúgy, ahogy Edvény Géza püspök úr visszautasította, mint gyakorló jogász, visszautasítom ezt az állítást, mégpedig úgy, hogy számos, illetve számtalan közigazgatási határozattal, jogerős bírósági döntésekkel és nagyon sok érintett ember sorsával tudom bizonyítani, hogy a dekrétumok igenis élnek. Jogi kifejezéssel, illetve jogi példával élve. A 229-es 1994-ből származó restitúciós földi törvény, amely által állampolgársághoz és itt lakáshoz kötött személyek, akiknek az elődjeiknek elfogozták a dekrétumok által a vagyont, érvényesíthették ezt a jogot. Ez a törvény a 6. cikkelyében, mint jogi titulusként emlegeti a dekrétumok
tartalékokat, amelyek alapján az elbukzás történt. Ha a dekrétumok nem lennének érvényesek, akkor egy ma is érvényben lévő törvény nem hivatkozhatna rájuk. Azt hiszem, erről többet az érvényesség érintően, illetően nem kell beszélni. Hogy miért nem történt minőségbeli változás? A Szlovák Legfelsőbb Bíróságnak több ide vonatkozó határozata, illetve ítélete van elbukzási ügyekben, amelyeket kimondja, hogy csak akkor volt feltehető sokszerű az elbukzás, amennyiben be voltak tartva az akkor érvényes jogszabályokat. Nevezetesen, hogy összejött az elbukzó bizottság, hogy meg volt a törvény által elérő összetétele, hogy határoztak minőségben az elbukzásról, és a döntés képességeték, hogy az illető érintett személy fellemezni tudja, tehát jogorvoslattal élhessen. Sajnos a közigazgatási hivatalok, amelyek az elbukzás, elbukzott vagyonokat hivatottak visszaállítani eredeti állapotukban, nem foglalkoznak ezekkel a legfelsőbb bírósági döntésekkel, ignorálják, és nem hajlandóak sem felszólításra, sem írásbeli reagálja foglalkozni azzal, hogy megtörtént a jogszerű elbukzás. Ugyanis az állam csak akkor válhatott elbukzással jogszerű tulajdonossá, hogyha maga az elbukzás jogszerű volt. Mivel minden egyes vagyon érintő állami cselekedetnek megvan a háttere, erről is beszélni kell, mindenféle nemzeti és nemzetiségi utalás nélkül. Ugyanis az elfogzás és ma a restitúció, tehát tulajdonjognak a visszaállítása gyakorlatilag tulajdonjogi versengés, mégpedig tulajdonjogi versengés az elfogzottak és azoknak a leszármazottjai, illetve a jogosult személy között, és azon telepesek, szlovák telepeseknek a családjai, leszármazottai között, akiket ezekre az elfogzott vagyonokra juttatással éreztek. Több legfelsőbb bírósági döntés arról is határozott, hogy a hivataloknak kötelességük vizsgálni ezeknek a juttatási iratoknak az érvényességét is. Ezt a konfiskációt, illetve a tulajdonjog visszaállítását végző hivatalok szintén nem veszik figyelembe, és ezeket a juttatási iratokat tekintet nélkül, hogy ezt a jogilag beszélhetőek, vagy nem, érvényesnek tekintik, és alapvetően az eredeti vagyont a teleteseknek, illetve a telepesek leszármazottjának adják vissza. Ebben az esetben bizonyított az, hogy a restitúciós jog, amelyet a főszörvény biztosít, csak abban az esetben érvényesíthető, hogyha ugyanazon elhozott vagyonhoz nincsen másnak igénye, nemzetesen juttatási jog címén. Amennyiben van, akkor az eredeti vagyont vissza nem adják, és annak a érintett családnak vagy pótföldre, vagy pénzbeli kárpótlásra van joga. Engedjenek meg egy pár magánvéleményű megjegyzést. A felkobzások zömében már idős embereket érintenek, illetve a családaikat, akik viszont nem élték át az elfogzást. Ezek az időszemélyek lassan már nem tudják levárni, hogy mikor legyen vissza nekik a vagyon, illetve a családjuk elfogadja a kárpótlást, vagy elfogadja a pénzbeli juttatást, és így... Helyzetéről fog beszélni. Hölgyek és urak,
mindenek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást azoknak, akik kézbesítették és lehetőséget biztosítottak, hogy itt önök előtt néhány gondolattal felhívjam a szélesebb európai társadalom figyelmét azokra a gondokra, amelyekkel küzdünk odahaza szülőföldünkön, elszakítva az anyaországtól Szerbiába. Különösképpen ezekre a témákra nem készültem, ugyanis a meghívás átadásánál úgy közölték velem a célt, hogy alkalmam lesz két polgártársamnak a problémájára felhívni a figyelmet, azokra a jogtiprásokra, amelyek ma a 21. században Európa kapujában, Szabadkai Körzeti Bíróságon, körzeti ügyészségen, de nem csak ott, hanem egyáltalán szerbiai jogrendben történik. Itt Ágoston Gabrielláról és Nemes Gáborról van szó, akiknek a bűne az, hogy munkatársam volt, vagy ismerősem volt, tehát közvetlen közelből kísérték azt a folyamatot, amelyet irányítottam Szabadkán 12,5 éven keresztül, mint polgármester, vagy párhuzamosan azt a harcot, amelyet a délvidéki magyarság vív önazonosságának megtartásáért, vagy mondhatnám azt, hogy azokért az emberi jogokért, amelyet itt ma az előző felszólalóktól nagyon szépen ecsetelve hallottam. Miről van szó? A délvidéki magyarság idestovam 10-nyihány éve autonómiát kér, autonómiát követel. Azt az autonómiát, amelyet katalán barátaink sok tíz év harc után megvalósítottak, és élvezik ennek gyümölcsét 10-20 éve már, és bizonyítják mindenki előtt, hogy az autonómia nem elszakadás az országtól, amelynek a területén megvalósul. Miért mondom ezt? Csak azért, mert ahogy az autonómia szó elhangzik Szerbiában, akkor minimum olyan háborús bűnösnek tekintik azt, aki az autonómiát meri említeni, mint a tényleges háborús bűnösök, aki Szerbia területén, vagy Montenegró területén, vagy akár Bosznia területén a mai napig is rejtőzködnek, és az a jó felszerelt rendőrség, amely irányítja Szerbiában a közbiztonságot és az állami apparátusnak segítői, nem tudják őket megtalálni. Tehát ahogy autonómiát említünk, akár personális autonómiának nevezzük, akár területi autonómiának, akár kulturális autonómiának, akkor már elszakadást, szecessziót említenek és bélyegeznek meg bennünket, hogy el akarunk szakadni Szerbiától. Nem akarunk mi elszakadni Szerbiától, csak azokat az alapvető jogokat követeljük, amely megillet bennünket, tehát az anyanyelv használat, vallásszabadságunk, az anyanyelvi oktatás, az anyanyelvi médiák használata, az egyenlő elbírálás a jogrendben, és ne mondjam, önök nagyon jól tudják, hogy mi az autonómia. Én kívánom katalán barátaimnak, hogy
a következő lépésük is sikerüljön, úgy, ahogy kivívták az autonómiájukat, hogy európai szintre emelve követelésükkel segítsék azokat, akik még közel sem kerülhettek az autonómiához, és példával bizonyítsák, hogy ahogy itt elhangzott, ami jó a kisebbségnek, az jó a többségnek, és ami jó a többségnek, az jó Európának is, tehát közös érdekről van szó, és közös jövőkről van szó. És itt önök előtt engedjék meg, hogy katalán barátunkat meghívjam Szabadkára, legyen vendégünk, tartson előadást, hangozzanak el ezek a szavak ott nálunk, a teljes közvélemény előtt, ahol szerbek, magyarok, horvátok együtt élve hallhatjuk, hogy nem egymás kárára történik az autonómia törekvés, hanem egymás kisegítésére, egymás értékeinek a megbecsülésére, továbbfejlesztésére, tehát közös célkitűzésekről van szó. Sajnos Szerbiában nem ez a helyzet, a magyar kisebbség helyzetéről akár órák hosszán keresztül beszélhetnék, hogy milyen megkülönböztetésben részesülünk, milyen az állam viszonya a kisebbséghez, de milyen folyamaton keresztül mentünk keresztül az elmúlt 10-15-20 évben. Nem akarok egy pillanatra se párhuzamat vonni Franco diktatúra és egy Milosevici diktatúra között, mert egészen más zajlások vannak, de annyi közös pontot lehet ezekben felfedni, hogy egész nyugodtan még a párhuzamat is megengedhetni magának az ember. Talán csak annyit mondjak, hogy a Milosevici éra alatt azokat a látszólagos jogokat, amelyet a délvidéki magyarság a titói rendszerbe élvezett, még azokat is eltörölték. Kisöpörtek bennünket az államigazgatásból, a közigazgatásból, a rendőrségből, a katonaság kötelékéből, az iskolák éléről, az igazgatóinkat elzavarták. Olyan nyomásnak voltunk kitéve, hogy a gyengébb idegzetűek, vagy akár a fiatalok, akik azt mondták, hogy hát őnekik éppen nincs idejük kivárni Milosevic bukását, rendrehagyták az országot, és ezt még serkentette is a Milosevici rendszer a kötelező katonai behívókkal, hogy fiainkat a délszláv háborúba bilincsbe verve vigyék ki a frontra egy szerb-horvát összecsapásba, hogy a magyarok osszák az igazságot puskával. Így szöktek el fiataljaink, menekültek át az anyaországba, és mondjuk a lakosságunknak majd egynegyede tűnt el a 10 év alatt. Az október 5-i, 2000. október 5-i állapot, vagyis forradalom megváltoztatta az állapotokat a gyingicsi időszak alatt. Itt közös erővel az akkor hatalomra jutott demokratikus ellenzékkel közösen kivívtuk az autonómia jogi alapjait Szerbiában. A kisebbségvédelmi törvény megszületett a Nemzeti Tanács, amely ma is működik, igaz, hogy az államvédelmi hatóságok és a rendszer emberei megkérdőjelezik és megpróbálják meggátolni ennek működését. Tehát ez egy új témakör lenne, amelyet nem hiszem, hogy ma sikerül kibontani. A jelenlegi állapotban a Kostunica kormány időszakában szemtanúi vagyunk a visszarendeződésnek, szemtanúi vagyunk újra Milosevici rendszer embereinek a hatalomra jutására. Azok, akik
az időben uralták úgy a politikai, gazdasági életet, ma rendre a közéletben vannak, vagy hatalmas vagyonnal rendelkeznek. Éppen útközben láttam a 100 leggazdagabb európai listát, Szerbiából 7 vannak ezen a listán, egy olyan országból, ahol mondjuk az átlag kereset ott van valahol a 200 euró körül, és ebben az országban, mondjuk az országból a 30. helyen az európai listán Miskovics nevezető úr 1,5 milliárd eurós vagyonnal foglal helyet. Úgyhogy ez magáért beszél, nem kell ezekről a tényekről bővebben beszélni. De mondhatom a másik példát is, addig, míg Ágoston Gabriella és Nemes Gábor vélt jogsértései vagy bűnei, hogyha összegszerűen szeretném kimutatni, akkor olyan 15-20 ezer eurós összegről van szó. Egy Mira Markovics, a Milosevicsi feleség, ugye egyik napról ellene megszünteti a kostunicai kormány a nemzetközi körözést, és ügyvédi becsület szóra, hogy majd megjelenik a bíróság előtt, ugye szabadlábra helyezik, és mászkál utazik nem csak Szerbiába, hanem egész Európába, vagy pedig mondjuk a Milosevicnek a drága kis titán fia, aki botorfűrésszel akarta szétvágni, mit tudom én, milyen ellenfelét, ugye ez ellen a bűnvádi eljárás egyik pillanatról a másikra megszüntetik, és ez a két ember pedig idestova most már 5. hónapja ül börtönbe, köszönve a koszovói menekült szerb ügyésznek, akit a szerbiai kormány politikai diktátorként ültetett a szabadkai ügyészség élére, és ma a frankói diktátorhoz hasonló módszerekkel uralja a szabadkai igazságszolgáltatás. Rendőri kísérettel becitálja a bírákat kihallgatása, és ne mondjam, milyen abszurdumok történnek, és ezt eltűri az aktuális hatalom. Itt a püspök úrtól és másoktól is hallom az egyházi vagyon visszaszolgáltatása témakörét, tehát ez nálunk is igen-igen aktuális évtizedek óta, a mai napig nem történt meg, még semmi kárpótlás formájába, semmi visszaszármaztatás formájába. A katolikus egyház, a protestáns egyházak, a pravoszláv egyház árnyékában működnek. Nem szeretném azt mondani, hogy teljesen másod vagy sokadrendű helyzetben, de közel sem abban a helyzetben, mint a többségi nemzet egyháza, a pravoszláv egyház, és kemény-kemény megkülönböztetések vannak ezen a téren is. Én kérem Önöket, hogy amit szétosztottam anyagot magyar és angol nyelven, nézzék át, és akiknek a szakmája, véleményezzék mindazokat a jogi sértéseket, amelyeket elkövettek a szabadkai bíróságon, a szabadkai ügyészségen, és kérem azokat, akik tehetnek valamit annak az érdekében, hogy egy nemzetközi jogász, szakértői csoport jöjjön el és tárja a világ elé ezeket a jogtiprásokat, amelyeket ma átélünk Szabadkán,
vagy akár Szerbiát. Nem hiszem, hogy külön beszélnem kellene a magyar verésekről, amely idestova két éven igenis aktuális a Vajdaságban. A nemzetközi közvélemény fölhördülése után úgy látszott, hogy csillapodnak ezek az állapotok, de sajnos nagy változás nem következett be, esetleg a megfélemlítés nagyobb, mint eddig volt. Sajnos itt is nem azok vitték el a balhét, akik a mulasztásokat követték el, hanem azok, akik felhívták erre a problémára a figyelmet. Miről van szó? Mikor érzékeltük a nyomást és ezeknek a bűncselekményeknek súlyosságát vagy számának növekedését, első útunk az aktuális hatalomhoz vezetett. Tehát elmentünk a kormányfőhöz, elmentünk a parlament elnökéhez, elmentünk minden releváns intézmény vezetőjéhez, és kértük az állam segítségét, hogy ezeket a folyamatokat fékezzék meg, enyhítsenek a nyomáson. Fülük botját sem mozdították több mint 6 hónapon keresztül, mindaddig, míg a nemzetközi fórumokhoz nem fordultunk. És mi történt ekkor? Nem a nyomást csökkentették, nem a rendőrség munkáján változtattak, nem az adott ígéreteket váltotta be a kormány, hanem azokat üldöztek, vagy kezdte el üldözni hadhatósan, akik ezt a nemzetközi szintére merték emelni, azért, mert rontják az államnak az imidzsét. És ennek a következménye lényegében ezek a bírósági eljárások, ügyészi eljárások, rendőrségi eljárások, vizsgálatok, amelyek Szabadkán történnek. Azt is mondhatom, hogy mindaddig, míg a KASZA vagy a Vajdasági Magyar Szövetség nem fogja be a száját, és nem hallgatja el ezeket az igazságtalanságokat, addig ezek a nyomások különböző formában jelentkezni fognak. Lehet, hogy nem így, mint ma, hanem perfidebb módon, de egyértelmű célja ezeknek a nyomásoknak, hogy megfélemlítsék a délvidéki magyarságot, elhallgattassák a délvidéki magyarságot, lefejezzék a délvidéki magyarság politikai vezetését, és végérvényesen, hogy beinduljon egy újabb kitelepedési hullám. Ez a cél, és a nyomás mind erőteljesebb lesz. Eddig Vajdaság területére több mint 300 ezer menekült érkezett a krajinákból. Tudatosan változtatták a nemzeti összetételt egyes területeken. Zömébe magyar lakta területekre irányították a betelepülőket. A koszovói menekültek pedig egyértelműen Észak-Vajdaság városaiba jönnek, és ott változtatják a nemzeti összetételt, ami magába vonja természetesen a viselkedési formák változtatását, az együttélési eddig kialakult szabályok fölrúgásával egy állandó feszültségnek vagyunk kitéve. Útközben, ahogy jöttem, kaptam a telefonhívást, hogy tegnap délután a gimnáziumban történt a legújabb magyar verés. Egyszerűen szerb fiatalok bementek a gimnáziumba, a folyosó kellős közepén két magyar fiatal össze-vissza rugdostak. De ez nem egyedi eset, hanem hetente, naponta, különböző pontokról, a magyar lakta területekről hallhatjuk ezeket az incidenseket, és megsértődnek azok, akik súlyosnak tartják a kifejezésemet, hogy
atrocitás történik a magyarság irányában. Nem az sérelmezik, hogy agyonverték a gyereket, hanem azt, hogy hogy merem atrocitásnak nevezni, mikor az atrocitás túl kemény kifejezés. Én pedig azt mondom, hogy mindaddig, míg egyetlen pofon elcsattam, az igenis atrocitás a kisebbség ellen. Tetszik ez valakinek, vagy nem tetszik, tegyen ellene, hogy ne csattanjon el a pofon. És akkor nem lesz atrocitásnak nevezve, hanem azt mondom, hogy éljünk együtt, becsüljük meg egymást, és alakítsuk ki azokat az együttélési formákat, amely méltó arra, hogy Európához csatoljanak bennünket. Sajnos, mint ahogy hallottuk itt, a szlovákiai példából az Európai Uniós csatlakozás sem oldja a feszültségeket, vagy nem oldja még a problémákat, de viszonyítva a szerbiai közélet problémáihoz, ez igenis előrelépés lenne, bár számomra nagyon világos, hogy fényévnyi távolságra van Szerbia az Európa Unió csatlakozástól, függetlenül attól, hogy meldöngetéssel az aktuális hatalom most nagyon büszke arra, hogy elindul a tárgyalás az Európai Unióval. Én is azt mondom, hogy el kell kezdeni a tárgyalást. Már csak azért is, hogy az Európai Unió rákényszerítse Szerbiát a több ezres törvény módosítására, az európai normákhoz való igazításához. És amit odahaza is hangoztatok, és itt valamelyik anyagban láttam, hogy az Európai Unióban addig az országnak nincsen helye, míg a kisebbségi kérdés meg nem oldódik. A vajdasági magyarság, a délvidéki magyarság konstruktív szerepet kíván játszani Szerbia fejlődésében, átalakulásában. Ezt bizonyítottuk a 90-es években, akkor, amikor a Milosevici rendszer elleni tüntetésekbe, zavargásokba, ott voltunk a magyar zászlóval, Beográdba, nem hihetettük a fejünket, mentünk a gyerekeinkért, a beográdi katonai körzethez, és ott tüntettük. Ott voltunk október 5-én is, ott voltunk a Gyindzsicsi hatalomba is, mert tudtuk, hogy Szerbiát közösen kell bevinni Európába. Most is ezt akarjuk, csak nincs kivel a párbeszédet folytatni, mert zárt ajtókra találunk. Az aktuális hatalom ígérget, és a nemzeti tanácsunk elfogadja az ígérgetést ahelyett, hogy hangosan követelni az ígéretek betartását. Évek óta nem kapunk engedélyt a szabadkai magyar tanítóképző beindítására. Évek óta hangzanak el az ígéretek. Nincs politikai jó akarat. És azok, akik ezeket az ígéreteket elfogadják, azok az úgynevezett állam vezetéshez alkalmas káderek a vajdasági magyarság körében. Azok, akik a problémákat nap mint nap megnevezik olyannak, amilyenek, azok pedig ellenségnek vannak kikiáltva. Uraim és hölgyeim, higgyék el, hogy a magyarság ellen növekvőben van az ellenszem Szerbiában. Napról napra mind jobban érezzük, és még jobban fogjuk érezni, ahogy Szerbia szembesül Koszovó elvesztésével. Azt a frusztrációt, azt a feszültséget, amit a magyarság elszenvedett, vagy átélt a trianoni traumával, és 80 évvel vagy 80 év fölötti idő után sem tud teljes mértékben oldani, a szerbek nem tudják egyik napról a másikra oldani. És ennek a lecsapódását mi fogjuk a hátunkon érezni. Rajtunk fog csattanni ennek a keserűsége. Itt kérem az önök segítségét, megértését, és ezért köszönöm, hogy meghívtak a mai
estére. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Kassa Józsefnek ezt a szomorú, de valóságos beszámolóját. Most pedig szeretném megkérni akkor dr. Barki Éva Máriát, ha jól értettem, a határon túli magyarok problémáit tetszik vázolni. Nem védeni. 14 évvel ezelőtt volt akkor a Klapka-Görgy szobor alatásához jöttem, és pedig Erma Kora professzor úrral együtt. Erma Kora professzor úr sohasem autót vezetett, és azért felkérte engem, hogy én vezessek. Délelőtt még megyben, ez körülbelül 80 kilométer Pécsből egy előadását kellett tartania, és együtt indultunk ide. És az autópályán egy pár kilométer megy után kezdett égni a kocsim, a kuplom, nem tudtuk tovább menni. Ott hagytuk a kocsit az autópályán, de azt mondom, nem, ezt nem akarom kihagyni, és ide jöttünk taxival. Ide jöttünk taxival, elkésőn, nem tudom, hogy valaki itt valaki még emlékszik rá, ide jöttünk taxival, elkésőn. És Erma Kora professzor úr egy nagyon rövid beszélet mondott, csak azt mondott, amit én is tudok ismételni, hogy minden népnek, a magyar népnek is jár az önrendelkezési jog, és csak akkor lesz szabadság, és csak akkor lesz egy békés Európa, ha minden nép szabadságban és az önrendelkezési jog alapján élhet. Ezt miért említem, hogy Erma Kora professzor úrral itt voltam. Gondolom, hogy sokan tudják. Erma Kora professzor úr Klapka György leszármazottja. Én nagyon sokat tanultam tőle. Ő volt az egyik katonám, kollégám biztos ismert, ő egyik legjobb és legbátrabb nemzetközi jogász volt Európában, aki felszólalt az ENSZ-nél, aki felszólalt az Európa Tanácsban is, aki felszólalt az osztrák parlamentben is. Ő volt az, aki, mint tanácsadó, befolyásolta, nagyon befolyásolta a tárgyalásokat Dél-Tirollal. És én emlékszem arra, hogy ő mindig azt mondta nekem, hogy milyen rosszul tárgyalt Ausztria. Mert nem minden kérdésben ráhallgatott, ha bár ő mindig ott volt, amikor az osztrák külügyminiszter, az ENSZ még felszólalt, akkor Erma Kora mögötte állt és vigyázott, hogy nem még rosszabbat fog mondani, ahogy ő ezt gondolta. És azt mondta nekem, ha Ausztria ezt akarta volna, és ő ezt nekem is bebizonyította a titkos dokumentumokkal, a nagyhatalom dokumentaival, ha Ausztria jobban tárgyal volna, és ha ez csak kimondott volna, akkor sikerült volna, hogy Dél-Tirol visszajött volna Ausztriához. Ő ezt mindig sajnálta. Erma Kora professzor úr sajnos nagyon korán meghalt, ő volt az ENSZ megfigyelő, nagyon sok válság helyzetben, Csillében és utoljára Afganisztánban is. Amikor Afganisztából visszajött, egy olyan fertőzést kapott, hogy meghalt. Meghalt, amikor indult, vagy akart indulni az Európa Tanácshoz az én aktámmal együtt, az Imam
Maria Barkia, romániai kém, ügyében kém, botrányan együtt, ez már nem sikerült neki ott felszólalni, ha talán emlékszenek, hogy az a román titkos szolgálat ezt a nyilvános vagy nem nyilvános döntést hozott, hogy engem likvidálni akarnak, és ezzel már nem sikerült neki oda menni az Európa Tanácshoz. Én mindig igyekszem, Erdogóra professzor úr, az én tanárom volt az egyetemben, és utána is nagyon sokat együtt dolgoztunk, és igyekszem az ő szellemében tovább dolgozni, és az ő szellemében a kisebbségi, nemzetiségi és önrendelkezési jogokkal foglalkozni.